Szeke városnapján, az elszármazottak találkozóján bemutathassuk Marika néni munkásságát, és együtt emlékezzünk rá. Marika néni mindenki szerette, szerénységével, kedvességével, mindig mosolygott és mindenkinek segített. Mindenki ismerte a városban, hiszen anyakönyvvezetőként is dolgozott, és nagyon sok családdal került kapcsolatba, akár a névadókról volt szó, akár az esküvőkön. Én is így kerültem vele még gyermekként kapcsolatba. Azonban abban biztos vagyok, hogy nem sokan tudtunk arról, hogy munka mellett hobbiként orgolással és ímzéssel foglalkozott. Nyugdíjba vonulása után több ideje maradt szeretett hobbiával foglalkozni, mint ahogy látják itt a kiállításon is, igen bőséges és gyönyörű munkákat láthatunk kiállítva. Szinte megelevenedik előttünk a két asztalnál, ahol látjuk a fonalakat és a félbehagyó munkáit. Tudjuk, hogy nagyon szerény ember volt, és úgy gondolom, hogy ő nem vágyott életébe arra, hogy kiállításokon szerepeljen, de emiatt most ezt szívből köszönjük a férjének, hogy elhozta kézimunkáit, és tovább éltek be így Marika néni emlékét. És egy személyes verssel szeretném zárni a gondolataimat. Mint említettem, gyermekként még névadókon, illetve esküvőkön kerültem Marika nénivel kapcsolatba, és sohasem fogom elfelejteni, adott nekem egy verset, hogy esküvőkön ezt mondja majd. Ez a vers nagyon szerette, és tudom, hogy miért, és szerintem, ha elmondom, mindenki tudni fogja, hogy miért. Amikor ezt a verset mondom, mindig ő jut eszembe. Fogadják szeretettel, ez egy részlet a Kishercegről. El tudom kezdeni. És úgy lesz jó, ha mindig ugyanabban az időben jössz. Ha például délután 4-kor érkezel majd, én már 3-kor elkezdek dolgozni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. 4-kor már tele leszek izgalommal és aggodalommal, és fölfedezem, milyen drága kincs is a boldogság. Mert ezektől lesz az egyik nap más, mint a másik. Az egyik óra különböző a másiktól. De ezt csak a szíveddel veheted észre. Jól csak is a szívében lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek én mutatom. Mintha az emberek elfelejtették volna ezt az igazságot. Neked azonban nem szabad elfelejtened. De egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, akit megszerítettél. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondhattam, Imre bácsi, és most szeretnék megkérni Imre bácsi körülben, hogy meséljen Marika néniről és a kiállításról. Tisztelt a polgármester asszony! Kedves gyerekeim, kedves barátaim, ismerőseim, volt munkatársak. Nagy megtiszteltés számunkra, a család számára, hogy bemutathatjuk feleségem alkotásainak talán egy tizedét, vagy még attól is kevesebbet, ami megmaradt. Hiszen már sok mindent nem kellene mondanom, amit Csilla elmondott, de arra kell utalni, hogy aki ismerte és kapcsolatban volt vele, tudta, hogyha éppenséggel valamelyik alkotásáról beszélt, és az megtetszett az illetőnek, azt mondta neki, fogd és vigyed, majd én csinálok magamnak másokat. Meséket ígértem, és szeretnék mesélni az ő életét. Nem vagyok művészettörténész, műszakértő, pláne nem vagyok műkritikus. Azt ne várjátok tőlem, hogy én el fogom mondani, hogy milyen technikával készültek, milyen fonalak, milyen mintával, mértékben is egyéb. Inkább a hangulati háttérről, az érzelmekről próbálok beszélni. És arról, ami motiválta őt.
ezeknek a kialakítása. És miután mesélni, úgy szoktunk, hogy leülünk körbe-körbe, így ha megengedjük, én is leülünk. Köszönöm. Hát a mi hősünk 1947. április 3-án született Nyíracsádon, egy görögkatolikus családból, második gyermekként. Egy évvel utána, hogy ő megszületett, a szülők úgy döntöttek, hogy külön váltan fogják élni az életüket. Így ő az édesanyjával visszakerült a nagyszülői házba, Nagylétán. Bátyja pedig az édesapjával maradt, Nyíracsádon. Mondhatnám, hogy vidám gyermekkora volt, legalábbis amiket ő mesélte erről, az arra engem következtet. Élt a gyermekek felhőtlen életeit, még akkor is, ha visszagondolunk a 40-es évek végére, aki vissza tud erre gondolni, 50-es évek elejére, hát bizony nem annyira vidámak voltak ezek az évek, de a gyermekek ebből szinte mit sem éreztek, nem így élték meg ősen. Voltak olyan gyerekkori ismerősei, óvodába, általános iskolába is együtt jártak, akivel mindaddig, amíg el nem ment a mindenélők útján, tartottak kapcsolatot. Aztán az élet sokat változott, mert hogy édesanyja is megtalálta a második házasságban a férjét, a második házasságából további három gyermek született, egy ikerpár, 1953-ban és 1955-ben a fiatalabb lánytestvére. Az élet tragédiája, hogy a következő terhességet követő szülésben halt meg az édesanyja 1961. Magyarul ő alig fejezte be a 8. általános iskolát, ott maradt három kisgyerekkel. Mert a nevelő apja Debrecenbe jár dolgozni, Nagylétáról. Napközben állandóan távol volt, volt, amikor késő este ért haza. Hát a gyermekekkel való foglalkozás a 14 éves gyerekek. Én úgy tudom megfogalmazni, hogy 14 évesen felnőtté kellett, hogy váljon. Felelősséget kellett vállalni. Három testvérjére is saját magáért. Elmondása szerint ő a 9-10 éves lehetett, amikor anyai nagyanyjától látta a horgolást és a hímzést, és nagyon megtetszett neki, és akkor már, amikor ideje engedte, ezzel foglalkozott. Ebből az időből nem maradtak meg alkotásai, nem is maradhattak, hiszen a szerény nevelő apai jövedelem kevés volt ahhoz, hogy az ötfős családot eltartsa, így ő értékesítette az akkori alkotásait. Ezzel egészítette ki a háztartáshoz szükséges összeget. Azzal is kiegészítette, hogy hajnalban 3 órakor kelt, és 7 óráig a szomszédban lévő péknél mosogatott edényeket, a kész pékárot rakta nagy kihordó kosarakba, mert reggel 6 órakor már az első helyre vitték a friss árukat, és ezért a péktől minden napra kapott egy 2 kilós kenyeret, ami már sokat jelentett. És hát természetesen voltak jó indulatú emberek, kevésbé jó indulatú emberek,
Aki kevésbé jóindulatú volt, az megkereste és azt mondta neki, hogy segít abba, hogy állami gondozó intézménybe menjenek a gyerekek. Menjenek is. Aki sokkal jobb indulatú volt, az általános iskolának az igazgatója, ülnek itt olyanok, akik ismerték, Veresegyházi Attilát, aki viszont felajánlotta, hogy a Marika édesanyjának a munkahelyére nem hivatalosan felveszi napi 4 órába dolgozni, ugyanis az édesanyja iskola konyháján volt kisegítő munkakörbe, és így már azért egy kicsit könnyebb volt az élet. Lehet, hogy pont így szerette meg a szakács szakmát, és 16 évesen a nagylétai főnök szörkölet akkori vezetőjük felajánlották neki, hogy menjen át az étterem konyhájába dolgozni, illetve elküldik szakácsiskolába. Így került Budatéténybe, ahol is fél évvel előbb kapta meg a szakmunkás bizonyítványát, utána a szakma ifjú mesteri címet kapta meg. Nem könnyű erről beszélni, sokszor volt szó közöttünk. Van, akinek úgy sikerül az élet, hogy viszonylag könnyen vésze át bizonyos életszakaszokat. Van, akit jobban sújt. De egy mindig fontos volt a számára. Az, hogy nem feladni, küzdeni. Ez a későbbiekben is jelentő. 1966. december 6-a volt az a dátum, amitől számítjuk a mi együttélésünk. Nem néz kiszámolni, hogy ez azért nem kevés, még kornak sem. Mégis azt gondolom, hogy az akkori megismerkedésünk Nagylétán az egy mindkettőnk számára fontos, életre szóló és meghatározott élmény volt. És úgy döntöttünk, hogy összekötjük az életünket 1968-ban. Aztán 69-ben én már akkor itt dolgoztam Derecskén a járási tanácsnál. Lehetőséget kaptunk, hogy Nagylétáról ide költözzünk egy kis állami lakásba, egy szobakonyás lakásba. És 1970. január 1-től a Nagyközségi Tanács szakigazgatási szervénél helyezkedett el előadói ügyintéző munkakörbe. Innen ment nyugdíjba 35 év szolgálat után vezető szakfő tanácsosként. Csilla említette, az igazgatási csoportnál dolgozott hosszú időn keresztül, és több éven keresztül a könyvvezetőként is. Kollégák közül volt, aki utána nézett, több száz házasságot tudott. Dereskén is találkoztunk olyan ismerőseinkkel, akik megmegálltottak bennünket az utcán, hogy haladjak, én húzik Marika néni. Te kötötted meg a házasságot, nagyon jó kötötted. Ma is. Az első kiállítást Tépén rendeztem. Ugye Tépe a idő során változó státuszban volt, vagy önálló településként, önálló közigazgatás egységként működött, vagy társkössége volt Derecskének, vagy csatoltelepülése, vagy közös jegyző, körjegyző, egyéb ilyen dolgokkal, tehát sűrű megfordult is.
Pontos oda jött hozzánk egy fiatal pár, megnyitott a tán, hogy ő kötötte a házasságot. Nagyon köszönöm. Én azt gondolom, hogy az itteni életünk 40 éve alatt, amit itt Berecskénál töltöttünk, talán nem tűnik nagy képviségnek, ha azt mondom, hogy nem volt olyan család, akivel valamilyen oknál fogva ne kerüljön volna kapcsolatban. Mert a családban születés volt, akkor is hozzám. Ha elhalálozás volt, akkor is hozzám. Ha, tudom én, birtokvitás ügyeik voltak, hozzám rendben. Szociális problémák, a segélyezés és egyéb dolgok. Őt találták. Ő volt ennek a felelős. Egy másik megnyitóm mondta el Kovács Károlyné, aki nyugdíjas edző, itt volt a településen jó pár évek keresztül. Mondanám, szinte mindenki ismerte. De tudod, az jutott eszembe, hogy jönnek a választások. És nincs panika. Aki megmondja, hogy most mi következik, mit kell csinálni. Itt van a körünkben Konyáró Kallás Imrén Irénke, aki el tudná mondani, hogy mi mindent csinált ő is végig igazgatási intézőben, egy személyben. Na hát itt hasonló képben, csak valamivel nagyobb volt a terem. Hogy éjszaka az éppen akkori pár polgármester, ezelőtti polgármester úr felhívta, hogy kapott egy telefonüzenetet, hogy a két templom között éppen valami felújítás van, ott van egy munkagödör, és a diszkóból hazafele menő fiatalok valamelyike beleesett a gödörbe, és meglepődött, mert valami fénytárba megütötte magát. Kidobta, akkor derült, hogy az egy másik világháború bomba. Mit kell csinálni, mert nem tudom, Marika. Segítesz? Ott vagyok, fennmászol a hivatalban. És igen. Teljesen mindegy hány olyan. Öltözünk, apa, mennyi velem. És akkor menjünk. Én azt gondolom, hogy a szomszédok, a Szabó Pál utcában valamennyien ismerték, nagyon jó hangulatban értük ott az életünket, ahogy említettem, több évtizedeken keresztül. Mondhatnám, hogy nagyon nagy tiszteletté alakult ez a kapcsolat Nagy Pál tanár úr és családjával. Amikor oda költöztünk, szinte attól kezdve megvolt ez a kapcsolat, és én nagyon büszke vagyok rá, hogy mai napig tart. Szívesen jöttünk, szívesen jövünk. Most azért vagyok nehéz helyzetben, mert szinte mindenkiről tudnék valamit mondani, de ha elkezdem sorolni, valakit kihagyok, akkor azt gondolom, hogy sértődés. Ezért elnézést kérek tőletek, hogy nem sorolnám név szerint. Nagyon-nagyon büszkeség töltött el bennünket, mikor megszületett. Nagyon büszke volt a vejére és az unokájára. Szerette volna látni, hogy az első diplomáját megkapja. Ez nem adatott meg neki. De tudja, hogy folytatja a küzdelmet az egyetemen, csinálja és halad előre. Nyugdíj vonulása után is szinte nem volt olyan hét, hogy ne fordultunk volna meg Berecskén. Mindig talált valamilyen apropót, hogy most kivel beszéltem telefonon, nem szaladnánk ki. Menjünk. Persze. Jártuk az országot, mert az a kegyeletes állapot adatott meg nekem a nyugdíj után. A szociális szakmában mentem nyugdíjba. Mai napig van igény arra, hogy oktassak,
továbbképzéseket tartson, vizsgáztassa, diplomásokat vizsgáztattam 15 éven keresztül, főiskolán is oktattam. Tehát széles körű kapcsolatunk alakult ki, és én mindig ott volt mellette. Nagyon jól éreztem így magamat. Biztonságban. Ez fordítva is így volt az útban. Mindig hozta magával a fonalakat, forgolótűjét, és ha éppen vizsgáztattam, akkor a folyosón üldögélt, és ahogy ott rágták a körmüket, biztatta, hogy ne ijedjetek. De hát nagyon szigorú és nagyon, nagyon követel, és majd hát akkor most menjetek nyugodtan, én is. A oktatásnak bennült a teremben utolsó pár. Amikor elment közülünk, és a Facebookról valaki feltette ezt a hírt, több olyan volt tanítvány írt, hogy én Marika nénitől tanultam meg a gyakorlást. Köszönöm most is. Nagyon fontos. Nem gondolom, hogy őszinte lennék, ha azt mondanám, hogy minden szóváltás nélkül telt el az 50 év, mert aki élt házasságban vagy él házasságban tudja, nem biztos, hogy mindig egyetértésre fogadhatunk. Nyugodtan kijelenthetem, hogy ő még haragudni is csak szeretve tudott. Ezek nem voltak hosszú tartó haragvások. Végtően ragaszkodott derecskéhez, hiszen azért érdemes végig gondolni, hogy a 70 évből, amit megélt, 40-et itt töltött. Megkérdezi, hogy hova valósiak vagytok. Nem azt mondta, hogy Nyíracsára. Nem, Berecskő. Én ugye Hajdúböszörnybe születtem, de én is itt lettem felnőtt. Itt éltem meg az életem javát, úgy mondanám. Itt éltem meg, hogy elmentem nyugdíjba. Nagyon jó kapcsolata volt az állampolgárokkal, Berecskő lakosaival. Ugyanúgy, mint az intézményekkel szervezetek. Mert tudta, hogy bármikor fordulhat a Csík Istvánhoz, mert segítőkész. Tudta, hogy minőségi támogatást fog kapni. De mondhatnám éppenséggel a kaszkokosokat is. Mondhatnám az óvodákat. Vagy más, amíg ugye működtek itt termelőszobák. KTS, AFISZ-el, mindenki. Úgyhogy Csilla említette az ő mosolygós ényéből a dolgot. Így ment el közül. Én nagy tisztelettel szeretném megköszönni mindenkinek az érdeklődést, aki eljött. És nem tudott eljönni egy hétig. Itt lesz a kiállítás, ami megtekinthető. Amikor a művődési ház nyitva van, nyitva tartás időben, természetesen. Fontos volt nekünk, hogy hazajöhet. Befejezésül azt mondanám el, hogy végig gondoltuk Marcsúval, hogy milyen egy kicsit vidámabb hangulat tudjuk teremteni megnyitás. Három olyan zenei számot választottunk ki, amelyiket ha nem is sűrűn, de többször meghallgattunk. Szerette a temperamentumos latin zenét. Hiszen ő maga se görög. A munkáiban is meglátszik. Ezt a három zeneszámot ajánlom a tiszteletet, hogy figyeljük úgy, hogy én megkértem Csillát, az ő csodálatos hangján, az első mutassa itt be nekünk, a másik kettő pedig majd a végül fog. Köszönöm szépen! Thank you.
Tudnia kell, s érezni, hogy igaz volt mi.